Sziasztok! A mai videóban fürdőtermékekről lesz szó, méghozzá a kedvenceimről, bár nem fogok tudni mindent megmutatni, de majd felsorolás szinten az olyan termékekre is kitérek, amiket régebben használtam és elfogytak. Elsősorban fürdőbombákra és egyéb ilyen jellegű dolgokra fogok majd még kitérni, viszont vannak olyan tusfürdők és egyéb dolgok, amikről be tudok számolni, hiszen most is használom őket, illetve nagyon sok mindent újra vásároltam, és van egy pár új kedvencem, amiket még nem régóta használok, de már kijelenthetem hivatalosan, hogy szuperek. Szóval vágjunk is bele. Először is, hát meg fogok próbálni tematikusan haladni, de ez nem biztos, hogy mindig sikerülni fog, hiszen ilyenkor előkészítek egy csomó videóhoz termékeket, és utána még a különválogatás az problematikus, és sok időt venne igénybe, úgyhogy kezdjük el. Először kezdjük akkor tusfürdőkkel, és az első, amit így kihúztam a kis dobozkámból, ez a Dear Body, ami a Sherry Love verziója méghozzá, és hát tudom, hogy nagyon Victoria's Secret másolat, sőt, abszolút a csomagolás megegyezik a Victoria's Secret-ével, minimális áttérést lehet találni, és biztos vagyok benne, hogy ez jó páratokban ellenérzést kelt, de ez egy tényleg jó másolat, és nagyon-nagyon jó termékről van szó. Ez pamutvirágos és kamillás, és valami eszméletlen jó illata van, felpattintós, és nagyon-nagyon kevés is elég a vízben ahhoz, hogy egy tényleg kellemes csajos fürdőbe legyen része az embernek. Van gyümölcsillatú verziója is, és még sorolhatnám. És ez a Good Stuff doboz révén került hozzám, ami egy olyan speciális beauty box, amiben te válogathatod össze, hogy mit szeretnél, vagyis nem teljesen meglepetés, hanem olyan csináld magad doboz. És tényleg ez egy szuper kis termék, és nagyon szeretem, és most már spórolok vele, mert nagyon fogytán van, és ebből biztos, hogy valamilyen úton-módon be fogok szerezni még egy-két darabot, valamint ajándékba is szerintem kitűnő választás. A következők azok bele a tusfürdők lesznek, és hát nagyon sok fajtát hozhattam volna ide, most ez a három aktuálisan a kedvencem. És hát lesz, amit szerintem mindenki szeretne, itt az unikornisos célzok, bevallom őszintén, nem ennek van a legjobb illata, viszont nagyon kis kellemes, könnyed fürdőzéshez tökéletes. Amikor reggelente zuhanyzok, vagy azt szeretném, hogy ne keveredjen parfüm illatával a tusfürdőm, akkor általában ehhez nyúlok. Visszafogott édeskés illata van. Tényleg ilyen kis kellemes, nőcis illat, de semmi extra, úgyhogy a csomagolása sokkal lenyűgözőbb, mint az illata, de tényleg vannak olyan napok, amikor az embernek a parfümnek kell, hogy domináljon, és akkor nem szeretnénk, hogy összeveszten esetleg két illat, akkor tökéletes választás, illetve aki nem szereti a túl illatos tusfürdőket, azoknak is szuper lehet. A másik mostani nagy kedvencem, ez a limitált kiadású, és meg akartam hirtelen mondani, hogy mi, de magnóliás és málnás illatú, és tényleg nagyon különleges illat együttesről van szó. Én a málnát jobban kiérzem, de érezhetően virágillata is van, és hát igen, ez egy olyan diétázós időszakban nehéz lesz megállni, hogy ne legyen valami édességet típusú tusfürdő, viszont tényleg olyan jól ellazít és relaxál, és érdemes szerintem a limitált kiadású tusfürdőit is megnézni a Balának, nagyon sokszor nagyon jó illatokban pompázik, és tényleg olyan olcsón hozzá lehet jutni, hogy kár kihagyni, hiszen ilyen 300 forintért tudtok venni egy 300 ml-es tusfürdőt, és általában elég kiadósak tudnak lenni. És az óriási kedvenc bolám, az pedig a dinnyi, és még nyáron adták ki, akkor azt hiszem először limitált kiadású volt, de annyira sikeressé vált, hogy állandó kiadású lett, és ez az igazi nyári tusfürdő. Abszolút görög dinnye illata van, és még botond is rajong érte, úgyhogy télen kevésbé használtuk, de biztos vagyok benne, hogy a nyár az ismét erről fog szólni. Van még itt egy Ziaia tusfürdő, én ezt nagyon-nagyon sokszor mutattam egy időben, és a mai napig a nagy kedvencem, Botond mutatta annó ezt a márkát számomra, ez egy lengyel márka, és ő lett a kedvenc tusfürdőnk. Botond szinte mindig ehhez nyúlt, illen kifejezetten szereti, ez egy kakaóvajas verzió, viszont nekem egy kicsit kókuszos
illatra emlékeztet, nem tudom miért, eszméletlen finom illata van, 500 millis, 1000 forint körüli összegbe szokott kerülni, de 3 hónapig egy embernek bizonyosan elég, 2-nek is másfél-két hónapig tökéletes, szóval tényleg egy nagyon leheletnyi kell belőle, és tök jól hidratálja is a bőrt, ami az eddigi tusfürdőkre nem teljesen igaz, inkább csak kellemesen tisztítanak, ez viszont hidratál is, úgyhogy ha hidratáló tusfürdőt szeretnétek, akkor mindenképp az IAI-ra szavazok, illetve nagyon jók az IAI termékek, bár legújabban az egyik arckrémét, amit én nagyon-nagyon szerettem, és nagyon szívesen ajánlottam mindenkinek, hatalmas csalódásban volt részem ezzel kapcsolatban, mivel változtattak az összetevőkön, és a kecsketeljes terület parfümmel nem irritálja a bőrömet, úgyhogy kérem vissza a régi receptet, de ez a tusfürdő még mindig megbízható, szuper, és nem irritál, és nem szárít. Jöjjön ismét egy hatalmas kedvenc, ez most a telem kedvence lett, teljesen magával ragadott ez a Tetesept, remélem jól mondom, by Tetesept tusfürdő, és volt egy másik verzió is, egy levendulás, az annyira engem nem fogott meg, anyukámat viszont igen, úgyhogy azt ő használta el. Még ezekről szeretnék majd írni egy tesztet, de még pár Tetesept terméket szerintem ki fogok próbálni előtte, ugyanis vannak fürdősúly is, ilyen kis zacskós kiszerelésben, egyet kipróbáltam, egészen jónak tűnt, bár nem álljultam el tőle különösebben, viszont ez a tusfürdő, ez valami zseniális, érzékiség, habfürdő, szóval érzékiség, habfürdő, és hát én eddig azt hittem, hogy tusfürdő. Enikő nem olvassa a hátulját ezek szerint a dolgoknak. Nagyon-nagyon finom illata van, tényleg leírhatatlan, egy kicsit nekem a térre emlékeztet, gránátalmát látok benne, illetve mentát érzek ki belőle erőteljesen, és tényleg annyira nyugtató és ellazító illatról van szó, amit így minden este bármikor bevetek, akkor biztos, hogy egy nyugodt és kellemes estém lesz a bloggal. Valahogy inspirális vagy feltölt, nem tudom, hogy ezt így tapasztaltátok-e már, hogy vannak egyes illatok, amitől így az embernek beindul az agya, és tenni akar valamit. Nekem vannak ilyenek, és ez a tusfürdő például ilyen, hogy amellett, hogy nyugtat, valahogy inspirális. Ez tényleg lehet, hogy hülyén hangzik, de ezt érzem tőle. És hát tényleg kiadós, és már 420 milli, nagyon kevés elég belőle, és gyönyörű habot képez, amit az eddigi tusfürdőkről nem tudok elmondani, de mivel most már tudjuk, hogy habfürdő, ezzel nem lepődünk meg rajta. Úgyhogy most akkor menjünk tovább, és egy másik habfürdőt is nézzünk meg, ez pedig a Fának az új habfürdője, amiért oda meg vissza vagyok, ez egy mézes tusfürdő, lehet, hogy így tavasszal már nem fogom annyira kedvelni, viszont itt tél végén eszméletlen hoppá egy buborék. Ha, szuper. Szóval eszméletlen jó illata volt ennek, és tényleg olyan kellemes, relaxáló érzés volt, és én nagyon szeretem alapvetően a fa termékeit, és nem is drágák, és tényleg tudom ajánlani nektek. Volt egy állandó kedvencem, amit nyáron biztos, hogy újra fogok venni, szintén egy kókuszos, méghozzá kókuszvizes, és erről olvashattatok is már, meg kedvencekbe is mutogattam. Az igazi nyári, ez pedig egy olyan igazi hideg téli tusfürdő számomra legalábbis. Van még itt egy másik, ezt most bontottam fel nemrég, kétszer használtam eddig még, ami látszik is, hogy épp hogy fogyott belőle, viszont egy csodálatos, szintén mézes elixír névre hallgat a tusfürdő. Ennek már virágosabb illata van, vagy nem is tudom, ebbe érzem a virágot a méz mellett, úgyhogy ez inkább tavaszra lesz jó, azért is tartogattam eddig. És tetszett, és meglepő módon ez is eszméletlen jól hidratál, konkrétan olyan érzésem van utána, mintha a testápolót is kentem volna fel, ami meglepő, hiszen ez egy gíles tusfürdő, és általában a teljesebb állagú, krémesebb állagú tusfürdők szoktak ilyen hatást gyakorolni a bőrömre. Minden esetre tényleg tetszik, és egészen tartós az illata, mondjuk úgy. Ennek tartósabb az illata, mint a habfürdő verziónak. Ja igen, és a habfürdő szép habot képez, úgyhogy elégedett vagyok a tudásával.
Van itt egy nagyon-nagyon szintén új termék, ezt viszont már többször használtam az utóbbi egy hétben folyamatosan, ehhez nyúltam, és odáig vagyok érte, ez egy 500 ml pupa Milk Lovers tusfürdő. Gyönyörű az üvege, ugye igazából a tej, az amerikai tej üvegre szeretne hasonlítani, viszont nagyon elegáns, és az illata pedig zseniális, tényleg van egy kis tejes illata, viszont én abszolút virágos és ibolyás illatot érzek ki belőle, és már áradoztam a bontogatós videónál, hogy engem a tiszadobi ibolyaszedős napokra emlékeztet gyerekkoromból, és csodálatos érzés benne fürödni, úgyhogy én ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy ha a pupa bolt közelébe jártok, mindenképp szagoljátok meg, mert már az egy élmény, és hát benne fürödni pedig még nagyobb élmény. Jöjjenek talán a testradirok, ha már ki szeretném üríteni itt a mellettem lévő kis dobozkát. Az egyik, amit nagyon szeretek és nagyon spúroltam vele, mert nem volt jobb alternatívám, ez a Pure Fiji márkától van, és ez egy mangós testradír, cukros alapba van olaj belekeverve, illetve fantasztikus mangó illata van, eszméletlen jó. Viszont csillagászati ára van, úgyhogy ezt annyira nem is akarom promózni, mert az ára az borzasztó magas, és annyit szerintem nem ér, még az illata kedvéért sem. De nagyon jól lehetett vele radírozni, nagyon jól működik, nagyon szépen eltávolítja az elhalt hámsejteket, és tényleg úgy felfrissíti a bőrt, nagyon jó érzés, és nem karcol, pedig benne vannak ugye a cukorszemcsék, de ettől függetlenül nem irritálja a bőrt. Ugye az arcomon hámlasztok, viszont én a testemben szeretek radírozni még mindig, és találtam egy szuperebb alternatívát, méghozzá a Hello Soap márkától, aminek majd még fogok mutatni két másik termékét, ami szintén elcsavarta a fejemet. Nagyon-nagyon jó márkáról van szó, árakban sincs elszállva magától, és magyar márka, úgyhogy ez is egy pluszpont, gyönyörű a csomagolása, tényleg mutatós. Ez egy 250 ml-s testradír, nagyon-nagyon sokáig elég lesz, én tippálném, hogy ez egy évre teljesen elég, egy ilyen 4000 valahány száz forint körül van az ára, ha jól emlékszem, nem mondom, hogy olcsó, de aki testradírozni szeret, annak ez szerintem egy fél év, évig elegendő is lehet simán. Nagyon kevés kell belőle, nagyon gyengéd, de mégis nagy szemcséjű, szóval aki a nagy szemcséjűeket szereti, annak ez szuper lesz. Nem tocsog az olajba, és az illatát tekintve lájmos és kókuszos talán. Igen. És tényleg zseniális, tehát tök jó, nagyon tetszik. Nem tudom, hogy van-e más illat, még nem nézegettem annyira körül az oldalukon. Minden esetre ez a Barbados nagyon kellemes, pedig én nem szoktam szeretni a lájmos dolgokat, de ez nagyon szuper, úgyhogy ha van még esetleg más illatban, akkor azt is szeretném majd kipróbálni. Ezt ajánlom nektek. És ha már itt járunk, igazából ennél a márkánál, a Hello Soap-tól nézzük, van egy szuper kis virág, ezt megmutattam a videóba. Még nem próbáltam ki, nem volt szívem szétszedni, bár már egy kicsit megviselte, hogy a fiókba tároltam, ahol szoktam a fürdőbombákat. Viszont az egyik fürdőbombáját már kipróbáltam, és itt a másik, amit ma este be akarok vetni, igazából ez adta az apropót, hogy végre elhasználhassam, mert baromira bevált az a fürdőbomba, ugyan olyan élmény, mint a lás. Borzasztóan pezseg, nagyon szép lesz tőle a víz, nagyon színes, eszméletlen, brutális illata van, tehát tényleg a lás élményt átadja. Sőt, szerintem ez még egy kicsit hidratálónak is tűnik, míg a lás fürdőbombák nem szoktak semennyire se hidratálni, úgyhogy igen, ez felveszi a versenyt a lással. Reméljük, hogy több színkombinációba is lesz, hogy ilyen játékosabb legyen a dolog. Ez egy levendulás, én egy kék verziót próbáltam ki, ami azt hiszem, hogy tengeri kristályos, és ebben úgy látom, hogy vannak ilyen levendula szálak, úgyhogy ez még különlegesebb, mint az előző, és ma be fogom vetni, úgyhogy majd biztos, hogy már amire kikerül ez a videó, látjátok Instagramon, hogy hogy működött, mert ezt mindenképp megörökítem. De tényleg ezek szuper kis termékek, és hát magyar fürdőbombák.
Viszont itt jön a képbe a Lush, illetve a Bomb Cosmetics, amitől nem tudok most mutatni egyetlen fürdőbombát sem, mert elfogytak, de imádom őket, mind a kettőt. A bombot akkor vetem be, amikor inkább egy ilyen hidratálásra van szükségem, hiszen az tel is tele van különböző olajokkal, és tényleg szuperül hidratálják a bőrt, nagyon jó illatuk van, nagyon kellemes bennük a fürdés. Amikor pedig egy ilyen fürdő élményre vágyok, akkor biztos, hogy Lush bombákhoz nyúlok. És nagyon sok kedvencem van, írtam is ezekről már posztot, azt hiszem, illetve találtok fent videót, amikor bontogatom, és a habfürdőit szeretném még kiemelni ilyen fürdőtermékből a Lushnak, mert azok zseniálisak, főleg az egyszarú szarv, az valami csodálatos, és a fürdőgyurmái, amik fán néven futnak, azt hiszem, azok valami eszméletlenek, nagyon jó pofa, hogy gyurmázhatsz velük, és nagyon jó hidratálják is azok viszont a bőrömet, legalábbis én úgy éreztem, úgyhogy azokat is ajánlom a figyelmetekbe, és hát igen, nem tudom most megmutatni őket, ha lenne a birtokomba bármelyik, akkor biztos, hogy megmutatnám. A Lushhoz ugye elég nehéz hozzájutni, hiszen Pesten van, én pedig Nyíregyházán, úgyhogy ritkán járok arra, de a következő pesti kiruccanásomnál biztos, hogy veszek majd pár Lush cuccot. Főleg, hogy egyéb kozmetikumaik és a sminktermékeik is nagyon jók és nagyon csikolnak, illetve nagyon szeretnék már végre egy sampont is tőlük, mert mindenki áradozik róla. Úgyhogy ezek is tök jók. A bomb az ugye jobban hozzáférhető, hiszen drogériákban is megtaláljátok, belőlük szoktam is venni, viszont most nem találtam egyetlen egy olyan dobozt vagy darabra fürdőbombát se, ami tetszett volna, mert annyira le voltak fosztva a drogériák itt, úgyhogy így jártam, de ezt fel szerettem volna venni, és szerintem ez az első ilyen videó, és ebből sorozat fog készülni ebből a fürdős témából. És még mutatok egy nagyon különleges dolgot, ami engem teljesen meglepett, és ilyet még nem láttam más márkánál, ez a Magister Productsnak a Coco Cabana tej és sófürdő, organikus fürdős só. Kókusztejet, rózsaszirmokat tartalmaz, luxusfürdőként írja le, és 3 evőkanálnyit kell beledobni a vízbe, amúgy így néz ki, ez az oldala talán jobban látszik. Vannak benne ilyen fehér-poros darabkák, illetve vannak benne sókristályok, és ahogy mondta, rózsaszirmok. És lemennek a rózsaszirmok, mert én ettől az egytől aggódtam, elég kicsire vannak ürülve, úgyhogy lemennek a fürdővízzel együtt, és nem lesz dugulás. Viszont tényleg nagyon érdekes, mert olyan, mint a tejbe fürödnél a végén, tehát egy hófehér vizet eredményez, bár hozzáteszem, én egy kicsit többet tettem az ajánlott mennyiségnél a vízbe, de egy hófehér víz, és eszméletlenül hidratál, a tetején pedig egy ilyen darabkákban van ez a hidratáló termék, amit tök jól át tudsz dolgozni a bőrödön, és tényleg olyan, mintha a Kleopátra szamár teljes vizében fürödtél volna, úgyhogy én ezt ajánlom nektek, viszont szólok, hogy limitált kiadás, úgyhogy nem tudom, hogy meddig lesz, bár nyilván, hogyha nagyon nagy sikert arat ez a termék, akkor sokáig lesz majd elérhető, illetve majd állandósítják, gondolom, de tényleg egy nagyon különleges kis fürdősóról van szó. És hát akartam még mutatni különböző fürdőpesgő dolgokat, de illetve ilyen kis gyöngyöket, meg egyéb cuccokat, viszont nincsenek most a birtokomba, úgyhogy ezért is lesz ebből egy sorozat, és szeretném, ha megírnátok nekem, hogy ti milyen tusfürdőket szerettek, milyen fürdő érdekességeket szerettek, hiszen nagyon sok különleges dolog van, van ugye fürdőcsoki, fürdőtea, és még sorolhatnám, úgyhogy tényleg várom a javaslatokat, hogy miket próbáljak ki, és majd megpróbálok megint így összeválogatni néhány terméket, amiket nagyon szeretek, és amik érdemes arra, hogy megmutassam őket, hogy hát, ha ezzel én is adok egy kis tippet nektek. Mindenképp hagyjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett ez a videó, nagyon szívesen olvassam lent kommentbe az észrevételeiteket is, és hát legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!